Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai délutánon, és folytatnánk a úrvacsoráról szóló sorozatunkat, és az elmúlt alkalom az előképpel foglalkoztunk, most pedig nézzük a beteljesedésnek az egyik oldalát, majd a következő alkalommal fogjuk folytatni. Ehhez nyissuk ki Bibliánkat a Máté szerinti evangélium 26. részénél, és a 17-től a 30. versig terjedő szakaszt fogjuk megvizsgálni, amennyire az időnk engedni fogja. Nyilván nem fogjuk részletesen végigvenni, de a legfontosabb üzeneteket szeretném belőle átadni. Tehát Máté evangélium a 26. rész 17. verstől így szól Isten igéje. A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz mentek a tanítványok, ezt mondván: hol akarod, hogy elkészítsük neked a páska bárányt? Ő pedig ezt mondta: menjetek el a városba, ahhoz a bizonyos emberhez, és ezt mondjátok neki: a mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a páskát a tanítványaimmal. És úgy cselekedtek a tanítványok, amit Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a páska bárányt. Mikor pedig beesteledett, letelepedett a 12-vel, és mikor esznek, ezt mondja: bizony, mondom néktek, ti közületek egy elárul engem. És feletté megszomorodva kezdték mindannyian azt mondani: én vagyok az Uram. Ő pedig azt mondta: aki velem együtt mártja a kezét a tálba, az árul el engem. Az embernek fia jó lehet elmegy, amint megvan írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Jobb annak, ha meg sem született volna. Megszólalt Júdás is, aki elárulja őt, és ezt mondja: én vagyok az mester. Ő pedig azt mondta: te mondtad. Mikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret, hálát adva megtörte, és adta a tanítványoknak, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vette a poharat, és hálát adva adott azoknak, és ezt mondta: ígyatok ebből mindannyian, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Mondom pedig nektek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mindaddig a napig, amíg újat iszom veletek az én atyám királyságában. És dicséretet énekelvén kimentek az olajfák hegyére. Az elmúlt alkalommal ugye a páska bárány történetét néztük meg, hogy az Úr által elrendelt hét ünnep egyike volt a páska, és nagyon röviden utaltam rá, hogy ezek a páska áldozatok, illetve az összes többi ünnep, ami az Úr ünnepei köré csoportosul, ezeknek mind üftörténeti és profétikus jelentősége van. Azért szerepel most a mai alkalommal is, hogy milyen profétikus üzenete lehet a páska vacsorának, és éppen ezért, amennyire tudjuk rekonstruálni az első és második századi írásokból a korabeli gyakorlatot, nyilván a maival egy kicsikét összevetve, megpróbáljuk megvizsgálni, hogy milyen háttere volt abban az időben ennek a páska vacsorának, amelyet Jézus a tanítványaival megtartott. És nagyon fontos, és majd látni kell azt, hogy az egész étkezés, illetve ami itt zajlik, az mindegyiknek nagyon mély szimbolikus jelentése és tartalma volt. A szimbolikus szót azért kell kiemelni, mert majd a második, harmadik századtól, amikor majd elkezdődik a különböző tévegések az úrvacsora körül, áttolva az eukarisztiára és az átlényegülésnek a tana kezd majd kikristályosodni, az nagyon sokszor abból a félreértésből fakad, és ebből, aki akarja esetleg egy kicsikét tovább tud nyomozni, hogy a második században fellépnek olyan gnosztikus tanítók, akik Jézusnak a testé lételét tagadják, már János is beszél erről az evangéliumában, hogy antikrisztusi szellem tagadja a fiúnak a testé lételét, és éppen ezért az egyházatják a második, harmadik században főleg azt a képet, illetve üzenetet használják Jézus istenségének a megerősítésére, amikor arról beszél, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Tehát elkezdik már szó szerint fizikálisan venni az úrvacsorai jegyeket, és ahogy mondom, ez elsősorban apologetikai céllal íródott a gnosztikus tanításokkal szemben. Később ezt a háttérinformációt kivették, és csak simán ezt a realista kijelentéseket vették figyelembe. Erről talán majd a következő alkalommal egy picikét mélyebben belemegyünk, amennyire az időnk engedni fogja. Tehát a hangsúly azonban, hogy szimbolikus dolgok történnek, és éppen ezért, amikor az úrvacsorai jegyek is kint vannak, a bor és a kenyér, ezek is szimbolikus dolgok, kiábrázolnak valamit, és megnézzük a mai alkalommal, hogy ezek tulajdonképpen hogyan is történnek. Nézzük az előkészületnek a napját. Itt egy kicsikét furcsa lehet az első mondat a múltkori szolgálatomhoz képest, hogy a kovásztalan kenyerek első napján kellett elkészíteni a páska vacsorát. A múlt alkalommal pedig beszéltem arról, hogy a kovásztalan kenyerek ünnep az a páska vacsorát követő napon kezdődött, viszont a mózesi törvényeknek egy másik része pedig már összekapcsolja ezt a két ünnepet, és éppen ezért hol hétnapos ünnepről beszélnek,
tehát amikor már a Páska napján megkezdődik a kovásztalan kenyér, vagy 8 napos ünnep, amikor a Páska másnapján kezdődik a kovásztalan kenyerek ünnepe, ezért hol 7, hol 8 napos ünnep van. Ez oldja fel azt a feszültséget, ami János evangéliumában látszólag ellentmond a szinoptikus beszámolóknak, hogy az még az előkészület napja volt, meg ilyenek. Ott tulajdonképpen ugyanaz az ünnepről van szó, csak kétféle elnevezéssel. Semmi matematikai hókusz-pókusz nem kell végezni. Egy kis kortörténeti tanulmány simán megoldja ezt a megfejtést. Tehát a Páska vacsora megelőzően tudjuk azt, hogy ez a zarándok ünnepek egyike volt, és az Eresz Izraelben, tehát Izrael földjén élő zsidók számára kötelező volt minden férfinak ezekre az ünnepekre felmenni. Kivétel képeztek azok az esetek, amikor felmentést kaptak bizonyos férfiak, hogy az ünnepre felmenjenek, amikor a város védelmét látták el. Ennek céljából néhány férfi abban a városban vagy településen maradt, hogy esetleg az értékeket és a különböző dolgokat megvédje. Innen lehet érteni azt, hogy például Jézus és a sátorok ünnepe kapcsán mondja, hogy felmegyek, de nem megyek. Ott van egy kis, hogy végül csak felmegy, mert lehet, hogy neki is megvolt ez a fajta engedmény, mint abban az időben sok férfinak, hogy a város, illetve a lakosság védelmére ott maradjanak. Tehát és ezen az ünnepen már elég korán felmennek Jeruzsálembe, amelyre Josephus Flavius beszámolója pontos, az általában egy ilyen Páska ünnepen körülbelül egy 2 milliós tömeg volt Jeruzsálemben és a környékén. A feszültséget még inkább fokozta, hogy a Páska bárányt leülni és elfogyasztani csak a város falain belül lehetett. Hát el lehet képzelni, hogy milyen katyvasz, illetve hatalmas embertömeg volt ebben az időben, és sokan már nagyon korán igyekeztek ebben az időben Jeruzsálem közelébe menni és letelepedni, arra néhány napra, és tudjuk, hogy Jézus is, ahogy itt olvashatjuk, hogy Pészák előtt 4 nappal a bárányt ki kellett választani, hogy a múlt alkalommal beszéltem, és ez volt a mi virágvasárnapunk, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Tehát a Páska bárány megérkezik az áldozati állat a új szövetség felől. Utána következett egy 4 napos vizsgálat, ahogy mondtam, ezeket a kis pici egyéves, vagy abban az évben született bárányokat bevitték az otthonaikba, és ott 4 napig babusgatták, édesgették, a gyerekek megszerették, fogdosták egy kicsit, és mindig vizsgálták, hogy nem-e beteg. Ha beteg, akkor alkalmatlan volt az áldozat bemutatására, és Jézust is 4 napig folyamatosan tesztelték és vizsgálták a jeruzsálemi templomban, hol a Herodes pártiak, hol a szadduceusok, hol a farizeusok, mindenki próbált belekötni, de jött az a pont, amikor azt olvashatjuk, hogy ezután nem kérdezett tőle senki semmit. A vizsgálat lezárult, a Páska bárány egészségesnek, áldozati bemutatásra alkalmasnak bizonyult. Ezután Jézus kimegy majd a Betfagéra, és majd utána fog majd ez az esemény bekövetkezni. Szintén fontos esemény volt, mivel a kovásztalan kenyerek ünnepéről van szó, hogy előző napon, illetve azon a napon, amikor a Páska áldozatot megkezdték, mondom, attól függően ki, hogy értelmezte a 7 és a 8 napos ünnepet, a szadduceusok és a farizeusok között óriási vita volt ebből, és az esszéneusok is egy külön naptárt használtak, ami 1 vagy 2 nappal korábbra teszi ezt az eseményt, szintén óriási matekot lehetne itt végezni, majd a helyszínnel kapcsolatban ennek van már azért lesz jelentősége, majd erről kicsikét fogok beszélni, de a hangsúly azon van, hogy ki kellett takarítani az összes kovászt, ki kellett mindent seperni a házból, nem lehetett erjesztett dolog a házban, a ruhák zsebeit kiforgatták, és azt mindig este végezték, lámpa fényénél, arra a profétikus kijelentésre hivatkozva, hogy átkutatom Jeruzsálemet egy szövétnek kell. Tehát ha Isten is ezt végzi, akkor nekünk is ezen az ünnepen ezt kell végezni. És tudjuk, hogy Jézus mit tesz, amikor bemegy Jeruzsálembe, kitakarítja a templomot, megtisztítja Istennek a házát. Tudni, hogy ebben az időben volt egy Sanhedrinnek egy rendelete, hogy az állat áldozatokat, illetve amiket be kell mutatni, bevitték a templom területére, a templomtér mellé, a közeli hegyekről, és az állatoknak az ürüléke, meg minden ilyen dolog befolyt a templomtérre, és nem véletlen, hogy Jézust ezt felháborítja, és kiűzi az árusokat a templomból. Majd pedig a Páska előkészítése történik meg, ami minimum 10 főt kell számolni. Ez a 2 millió szám is úgy jön ki, hogy a Flavius feljegyzése szerint körülbelül 200-250 ezer bárányt áldoztak fel ebben az időben, és a vérüket kivezették a templomból a Kidron völgyébe, a Kidron folyóba, és amikor Jézus már átmegy ezen a Kidron völgyén, és a nagy Hallél zsoltárokat éneklik, akkor tulajdonképpen ezen a véres patakon kell nekik keresztül menniük, és oda járulniuk majd az olajfák hegyére. A többi beszámolóból tudjuk, a Lukács és a Márk beszámolójából, hogy Jézus maga előtt küld 2 tanítványt, hogy elkészítsék tulajdonképpen ennek a Páska vacsorának az ünnepi előkészületeit, mivel ekkor Jézus ellen már elfogató parancs van, ezért Júdásnak nem árulja el, hogy hol fog a utolsó vacsora
utolsó páska megtartásra kerülni, és a két belső tanítványi, három belső tanítványi körből Pétert és Jánost küldi el, hogy hajtsák végre ezt a feladatot, és a többi evangéliumból tudjuk, hogy az úgynevezett korsós ember volt, aki a városba vitte a vizet, ezt általában vagy a Gihon forrásból, vagy pedig a Siloam tavából vitték ezt a friss vizet, és hogyha a régészet és a történeti beszámolók pontosak, akkor lehet tudni, hogy ebben az időben a mai Sion hegyén, ahol a Mária elszenderedésének a helye van, Dávid királynak a sírja van a hagyomány szerint, itt volt az utolsó páskának a helye. Az Örmény negyedben egy picikét a hagyomány kicsikét északabbra helyezére, szintén a Sion hegyére, akkor azt lehet tudni, hogy ebben az időben ez volt az úgynevezett Esszéneus negyed, itt voltak az esszéneusok. És az azért lényeges, mert ebben az időben nagyon komoly munkamegosztás volt Izraelbe, és a vizet csak nők vihették. Tehát férfiak vizes korsót nem vihettek. Két eset volt lehetséges. Az egyik az, hogyha a papok vitték a vizet a templomba valamilyen szolgálati területre, a másik pedig az esszéneusok, akiknek nem volt családjuk, akik tulajdonképpen cölibátusban éltek. Na, ezek az esszéneusok vitték magukkal ilyen korsókat, és nagy valószínűséggel egy ilyen esszéneus házban töltötte el Jézus ezt az eseményt, amit, ahogy mondtam, az is megerősít, hogy esszéneusok ekkor már nem ültek páska ünnepet, mert ők egy vagy két nappal korábban ülték, és az általuk felszabadított helyek, amik korábban foglaltak voltak, azokat rendelkezésre bocsátották a város lakosainak a számára, függetlenül attól, hogy most esetleg jóban voltak velük, vagy nem, különösen a templomi dolgokkal kapcsolatban. Nem biztos, de valószínűleg Jézus egy ilyen esszéneus házban töltötte el ezt az eseményt, és a korsós férfi volt az, ami egy jel volt, hogy követniük kell őt. Ez egyébként a Siloam tavától egy olyan durván jó 1,5 kilométeres távolság volt. Tehát ez volt tulajdonképpen az előkészület, és erre mondja Jézus a Lukács evangéliumában, hogy vágyva vágytam, hogy ezt megünnepeljem veletek. Korábban nem is nagyon volt rá lehetősége, mert az első időszakban még nem is volt meg a 12 tanítvány, később pedig voltak események, amikor félrehúzódva kellett lenni a várostól, de alapvetően Jézusnak ez volt a szíve vágya, hogy ezen az utolsó éjszakán, amit a tanítványaival még együtt tölt a kivégzés előtt, ezt a páskabárányt megülje, és ami lényeges volt, hogy itt tulajdonképpen maga a páskabárány vett részt ezen az alkalmon és ezen az eseményen. Nézzük akkor, hogy zajlott le egy ilyen esemény, a páska ünnep. Ahogy mondtam, a mai zsidóság körülbelül 70-80%-os megegyezéssel ugyanúgy tartja a széderestét, a páska vacsorának az ünnepét, mint Jézus korában, csak az eltelt időszakban a templom lerombolása miatt, az áldozatok megszűnése miatt, illetve a szétszóratás miatt már nagyon sok minden módosult és egy kicsikét más értelmet nyert, és még az is bonyolítja a helyzetet, hogy az úgynevezett Pészaki Haggadah, vagyis a pészaki eseménynek az elbeszélése, az rendkívül változatos. Van egy külön az askenázi zsidóknak, van külön a haredieknek, külön van az ortodoxoknak, a haszidoknak, akkor van a katonaságnál is egy külön van, vannak a messiás hívő zsidóknak a agadája, tehát rengeteg számtalan dolog van. Ha megnézitek, két egyformát nem is igen fogtok találni, sőt még egy zsidó csoporton belül is tájegységenként lehetnek eltérőek ezek a különböző események. Én most olyanról fogok beszélni, ami az esetek nagy részében mindegyiknél megegyezik, és majd ezekkel szinte minden egyes ilyen beszámolóban lehet találkozni. Az első a három darab macesz, vagy kovásztalan kenyér. Ez szintén, ahogy mondtam, a büntelenségre emlékeztet a kivonulás kapcsán, és ebből három darab van. A Talmudban rengeteg dolog van írva a páska ünnepről, de ezt, hogy miért pont három kenyeret kell ezen a estén használni, ezt senki nem tudja megmondani, hogy miért. Ennek semmilyen magyarázata nincsen, hogy miért ezt, és miért pont a középsőt kell ketté törni. A hagyomány szerint ez a három kenyér Ábrahámot, Izsákot és Jákobot ábrázolja, míg a messiási hívő zsidó tanítása szerint ez az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, és a középső kenyér lesz majd megtörve, és a Fiú fog megtöretni ebbe a szimbolikus rendszerbe. És szintén lényeges, hogyha egy macesz magatok elé képzeltek, amit szoktunk itt urvacsorakor használni, akkor azt lehet látni, hogy ez egyrészt lyukacsos, másrészt pedig ilyen függőleges
bemélyedések vannak rajta, és ezt általában Jézus Krisztusnak a halálával és a kínszenvedésével hozzák összefüggésébe, hogy átszúrták a testét, és korbáccsal megverték. A következő ez a sült bárány. Ez kétfajta leírásunk van arról, hogy a korabeli időben ez hogy történt. Ha nagyon sokan voltak egyszer, akkor általában futószalag szerűen a papok, illetve a léviták vágták el az áldozatnak a nyakát. Volt egy kis különleges szerkezet, amelyet gyorsan meg tudták nyúzni, és a város falon kívül, illetve a városfal mellett voltak ilyen mai szóval ilyen nagy girosz sütődék, ahol nagyon gyorsan meg lehetett sütni ezeket a bárányokat, és nagyon érdekes, hogy ezeket a bárányokat mindig úgy sütötték meg, hogy egy kereszt alakú nyásra feszítették fel. És úgy sütötték, hogy nehogy a csontja megtörjön neki, ahogy a mózesi előírásokban is szerepel. És szintén fontos szabály volt, hogy ha a bárány elbőgte vagy elbégette magát a vágás közben vagy előtt, akkor az áldozat alkalmatlanná vált. Emlékezhetünk az ézsaiási proféciára, mint bárány nyírói előtt a messiás is néma volt, nem szólalt meg az őt nyírói elé. És ez volt tulajdonképpen a szabadulásért való áldozat, és majd a templom lerombolása után, amikor már nem tudják bemutatni ezeket az áldozatokat, akkor ez a fajta elem kikerül a páska ünnepből, és általában ennek a helyére, attól függ, hogy még csoportot nézzük, általában egy sima bárány csontot helyeznek oda emlékül ennek az alkalomnak a emlékezésére. A harmadik, ez a maror vagy a keserű füvek, ez általában salátalevelet és tormát használtak, vagyis fettek egy sima salátalevelet, tormát tettek bele. A szabály úgy szólt, hogy annyi tormát kell beletenni, és úgy kell lenni, hogy kicsorduljon a könnyed, mert ha nem csordul ki, akkor az már tisztátalan, tehát az már nem jó. Ez a keserűség idejére vonatkozik, ez arra, hogy milyen rossz és nyomorult életük volt a zsidóknak Egyiptom földjén. Aztán van ez a haroset, ez az édes mártás, ez tulajdonképpen itt rengeteg verzió van, dió, mazsola, egy csomó minden van ott összekeverve. Az a lényeg, hogy olyan állaga legyen neki, mint egy habarcsnak, mivel a agyagot készítették és ezáltal építettek, hogy a habarcshoz hasonló állagú legyen, ez is erre vonatkozik. Aztán van a zöldség, ez lehet petrezselyem, lehet zeller, a lényeg az, hogy ez jelképezi az izsópot, amivel megkenték a három ajtófélfát. Aztán egy csésze sós víz, ez két dologra utal, egyrészt a sírásra a nyomorúság miatt, másrészt pedig a sástenger, vagy a verestengernek a vizére, amelyen keresztül átkeltek. Aztán van a főtt tojás, ezt nem csak megfőzik, hanem valamilyen láng fölött egy picikét megpörkölik, egy picikét sütnek rajta. Ez arra emlékezteti őket, hogy megszűntek a templomi szolgálatok, véget ért a templom lerombolásával. A Izraelnek az az időszaka, amelyben még áldozatokat tudtak és lehetett bemutatni. És végül, ami szintén elengedhetetlen dolog volt, a 4 vagy 5 kehely, ahogy mondtam, ez is szokásonként változik. Az 5. kehely az nagy valószínűség szerint az nem feltétlenül volt meg még Jézus korában, az valószínűleg később alakult ki, amikor, ahogy mondtam, a templom elpusztult, és várták Illésnek ez az Illés kelyhe lesz, Illés visszajövetelét, ami, mint a ószövetségi proféciákból tudjuk, és várták a zsidók, ez fogja megelőzni majd a messiásnak a megérkezését, és akkor még egy elég érdekes átok, hogy ítélet félét kértek azokra a pogányokra, akik a zsidóságot ebben a galuti időszakban, a számüzetés időszakában üldözték őket. És van a Pészaki Hagada, erről már beszéltem, ez tulajdonképpen egy ilyen liturgia könyv, amit végigvesznek ezen az estén. Ebben szépen le van írva a sorrendbe, hogy mi miután következik, milyen imádságot kell mondani, mikor szólalhatnak meg a gyerekek, milyen elbeszélések vannak, mikor mit kell tenni. Egy átlag Hagada a leírás alapján körülbelül olyan 2-2,5 óráig tartó eseményt sorol fel, és tulajdonképpen eddig tart ez a páska ünnep. Többek között azért, mert évfél utánra nem lehetett nyújtani, de az este beköszöntével kellett elkezdeni, és ez a 2-3 óra hossza, ez bőven belefért ebbe az időbe. Ez egy kicsit pontatlan kép, mert csak egy kehely van rajta, de itt van a 3 kenyér, itt van a tojás, a csont, a habarcszerű mártás, itt van a zeller, a saláta, itt meg ez az édes keverék is,
Itt van, illetve itt van a sós víz, és itt van a Hagadda, a elbeszélése ennek az eseménynek, és ahogy mondtam, elég sok ilyen Hagadda van, a legérdekesebb az ateista Hagadda, ott nem tudom pontosan, hogy... De van ilyen is, persze, nyilván, hogy van, sőt, LMBTQ Hagadda is van, de arról most inkább nem beszélnék. Jó, kicsikét menjünk bele a részletekbe. Ebből az esemény sorozatból csak néhány dolgot szeretnék kiemelni, ami majd az úrvacsorával kapcsolatban a páli tanításnál is vissza fog majd köszönni, és többször is fogok majd ezekre az eseményekre utalni. És mi itt igazából nagyon fontos, az a négy kehely, mert ebből a négy kehelyből értjük meg igazából, hogy az úrvacsorán mi is történt, mert itt nagyon sokan keverik a dolgot, és nem tudják, hogy itt most a négy kehely az hogy volt, meg mint volt. Erről szeretnék egy kicsikét beszélni. A négy kehelynek a története, illetve az alapja szintén Mózes könyvében találjuk meg. A Mózes második könyvének 6. rész, 6. és a 7. verse azt mondja, hogy mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és kihozlak titeket Egyiptom nehéz igály alól, és megszabadítalak titeket a kemény szolgálattól, és megmentelek benneteket kinyújtott karral, és nagy büntető ítéletek által, népemmé fogadlak titeket, istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti uratok és istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz igálya alól. A négy kehely erre a négyszeres ígéretre vonatkozik, és négy elnevezése is van ennek a kehelynek. Tehát az első kehely arról szól, hogy Isten kihozza az ő népét Egyiptomból, a másik az, hogy megszabadítja őket, a harmadik a megmentés. Itt a Goel kifejezés van, ami azt jelenti, hogy megváltalak benneteket. Ez a megváltással van összefüggésbe, és az, hogy népemmé fogadlak titeket, ez majd bevisz minket abba a szövetségi rendszerbe, amit a Sinai-hegyen kötött az Úr a zsidó néppel Mózes által. Ahogy meg van írva, a törvény az Mózes által adatott, a kegyelem pedig Jézus Krisztus által lett. Az első pohár a megszentelésnek, vagy a szentségnek a pohara, ez a kiddus ima, amit ilyenkor el szoktak mondani. A házigazda ezzel vezeti be tulajdonképpen a pészaki lakomát. A második pohár az ítéletnek a pohara, ami arra vonatkozik, hogy Isten hogyan büntette meg Egyiptomot, hogy végül el tudja engedni majd az ő népét. Érdekes lesz majd, ez mindjárt beszélek róla a Júdás vonatkozásában. A harmadik a megváltásnak, ahogy mondtam, a megmentésnek a pohara. Ez lesz a mi szempontunkból a kulcsfontosságú. És a negyedik pedig a dicséret, vagy a hálaadásnak a pohara, vagy pontosabban a Hallélnak a pohara, amelyet, ha a beszámolókat és a görög szöveget pontosan értelmezzük, és még az arámi kontextus is figyelembe vesszük, akkor ezt Jézus nem fogyasztotta el, és ennek nagyon komoly jelentősége van. Erről majd fogok egy kicsikét beszélni. Maga az alkalom úgy nézett ki, hogy este van, abban az időben még nem volt transformátor állomás és különböző elmű, émász és különböző szolgáltatók, hát gyertya meggyújtással kezdődik ez az est, és mai napig is így tartják. Ki tudja, hogy a gyertyák meggyújtása kinek a feladata? Az az asszonyoknak a dolga volt, mivel ők több napon keresztül végig takarították a házat minden után, ők végezték a munka nagy részét, és volt egy ilyen kis trükk a dologból, hogy egy picikét meghagytak egy ismert helyen, hogy a férfi és a gyerekek megtalálják ezt, és a férfi nyugodtan mondhassa, hogy én kitakarítottam a házat, tehát én ezzel a részen tisztában vagyok. Az asszonyoknak a dolga volt, és ők imádkoztak először, amikor a gyertyát meggyújtották, ezzel vette kezdetét tulajdonképpen az este, és utána a családfő veszi át a szerepet, illetve a történetben olvassuk, hogyha egy férfi közösség volt, vagy egy rabbi vezette csoport volt, akkor mindig a rabbi vezette ezt az alkalmat, majd később az őskeresztényeknél látni fogjuk, illetve majd a később, ahogy terjed a kereszténység, amikor házaknál gyűlnek össze, hogy sokszor már az előjárók, vagy éppen a házi gazda volt az, aki tulajdonképpen a úrvacsorával kapcsolatos dolgokat végezte. Aztán az első pohárt kitöltik, ez szintén lényeges volt, hogy mondtam, ez volt a kiddus pohár, vagy a szentségnek a pohara. Ekkor mondja el a házigazda a Baruch Ata Adonai Melech HaOlam című imádságot, még utána mond egy pár dolgot, a szőlőtőkének a termését köszöni meg Istennek, és ez majd a következő alkalommal beszélek róla. A Didakhéba is visszaköszön az első század végén keletkezett apokrif iratban, ahol szintén a szőlőtő termésére történik utalás, illetve imádkozás az úrvacsora kapcsán.
És amikor ez megtörténik, utána van az, hogy a házigazda mielőtt megtöri a középső kovásztalan kenyeret, a pászkát, megmossa a kezeit, és ekkor történt az az esemény, amikor Jézus a tanítványoknak megmossa a lábát. Péter nyilván tiltakozik, aztán meg átesik a másik oldalba, és már majdnem dzsakuzizni akar a utolsó vacsorán, hogy akkor a fejét is, vagy mindenét mossák meg, de mondja Jézus, hogy nem. Aki már megfürdött, annak csak arra van szükség, hogy a lábát megmossák. Ehhez tudni kell azt a háttérinfót, hogy a Közel-Keleten elég meleg van, párás az idő. Az emberek úgy mentek vendégségbe, hogy előtte megfürdöttek, lemosdottak, úgy mentek el, mit tudom én, a másik városba vagy helyre, és akkor tényleg csak a lábukat kellett megmosni, mert amúgy előtte már rendesen megfürdöttek és megtisztálkodtak abban az időben. Jeruzsálemben az annyira kulcsfontosságú és központi kérdés volt, hogy nagyon sok ilyen hely volt a városban, ilyen mikvék, tisztulási fürdők voltak, ahol a zarándokok, akik megjöttek akár külföldről, vagy akár az északi Galileából, azok a lábukporát lemossák, hogy pogány földnek a szennyeződését ne vigyék be a szent területre. Jerikó környékén is voltak ilyen eszéneus házak, és talán nem biztos, de lehetséges, hogy Márta, Mária és Lázár is egy ilyen eszéneus csoporthoz tartozott, de ez most nem a mai témánk. Utána következik a középső macesznek a megtörése. Ez azért lényeges, mert ahogy mondtam, erről nincsen rabbik eredete, kitalálni, hogy miért pont háromban, de érdekes, hogy a középsőt, amikor megtörik, általában úgy szokták ketté törni, az egyik az nagyobb, a másik az kisebb, és utána az egyik felét azt beteszik egy külön kis vászon zsákba és vászon lepelbe, ami a messiási zsidók szerint egyértelműen arra utal, hogy Jézusnak a teste megtöretett, és ahogy a holttestét bebugyolálták lepelbe, ugyanúgy ezt a testet is bebugyolálják egy ilyenbe, és amikor a végén majd ez elő fog kerülni, akkor ez szimbolizálja a feltámadást. Ez az úgynevezett afikomennek hívják ezt a maradékot, amit a később majd Jézus ki fog osztani, amit elrejtenek, és ennek nagyon érdekes, mert a egész rabbinikus irodalomban ez az egyetlen egy szó, ami görög eredetű. Semmilyen más görög eredetű szó nincs a rabbinikus írásokban, egyedül ez a kifejezés van, és ez szó szerint azt jelenti, hogy megjöttem, elérkeztem. Nagyon, nagyon érdekes, hogy ez az egyetlen egy görög szó megmaradt a korabeli írásokban, és nem is cserélték ki más héber vagy arám kifejezésre. Utána következik a második pohárnak a fogyasztása, ez az ítéletnek a pohara. Most nyilván kihagyok egy csomó dolgot, mert itt legalább 8-10 imádság van, rengeteg fajta különböző történeteket beszélnek el ezzel kapcsolatban, és ilyenkor szokták a gyerekek megkérdezni azt, hogy már nistana, hogy miért tesszük ezeket, miben különbözik, szó szerint ezt jelenti ez a kifejezés, ez az éjszaka többi éjszakától, hogy miért van most keserű, miért teszünk sósat, amikor nem szoktunk korábban, stb. Ennek ott lesz majd értelmes, ezt a következő alkalommal fogom egy kicsikét majd kibontani, amikor Pál apostol arról beszél, hogy nem különböztetik meg a különböző dolgokat a korintusi keresztények, erre a szokásra utal vissza, hogy miben különbözik. Hát nagyon sok mindenben különbözik, nem lehet az úrasztalával együtt élni, a báványok asztalával, a ördögök asztalával közösséget vállalni a Krisztus testével, és nem lehet összemosni az agapét, a lerészegedést az úrral való megemlékezés kapcsán. Erről majd egy kicsikét a jövő alkalommal részletesebben fogok beszélni, és ilyenkor az ujjuk hegyével 10 csepp bort fröcskölnek le a földre, minden egyes ítélet elmondása után a 10 csapást külön-külön felsorolják, és egy-egy csepp bort a földre, vagy esetleg oda maguk mellé lecseppentenek. És ezután következik tulajdonképpen maga a vacsora, amikor elfogyasztották a páskabárányt, és ami igazából érdekes, hogy ekkor van az, erről szintén a rabbinikus írásokban hatalmas vita van, hogy hogy kell enni a bárányt, össze lehet-e keverni, és egyszerre enni a keserű füvekkel, meg a különböző mártásokkal, vagy nem. Azért hívják ezt Hillel Sandwichnek, mert a második templom korában, a judaizmus fénykorában tulajdonképpen Hillel és Shammai rabbi voltak a vezető rabbik Izraelben abban az időben, és Hillel mindig azt csinálta, hogy a megtört pászka két darabja közé beletette egy kis bárányhúst, illetve a mártást, és ezeket így fogyasztották el. És erre mondja majd Jézus, hogy akinek a
bemártott falatot adom, ekkor helyezi bele, adja Júdásnak ezt a szendvicset, és ahogy mondtam, nagyon érdekes, hogy miután következik ez? Az ítélet pohara után. És nézzétek meg, hogy Jézus mit mond Júdásnak, hogy jaj annak az embernek, aki elárulja az emberfiát. Jobb annak, ha meg se született volna. Tehát nagyon döbbenetes, hogy elsorolják ezt a millió ítéletet, és Jézus mondja, hogy egy közületek el fog árulni engem. Gondoljatok vele, milyen légkör lehetett ott, és ezután távozik maga Júdás. A János evangéliumából tudjuk, hogy a tanítványok azt hitték, hogy Jézus valamilyen megbízta őt. Ebben az időben szokás volt, hogy akik szegények voltak és nem tudták méltó módon megünnepelni az ünnepet, azoknak a tehetősebbek, vagy akik éppen meg tudták tenni, azok adakoztak, és vélhetően azt hitték a tanítványok, hogy Júdás azért megy ki, hogy a szegényeknek való csodákát, jó cselekedetet végrehajtsa, és ez egy nagyon komoly erénynek számított abban az időben, az utolsó ítélet kapcsán is pozitív elbírálást jelentett. Eltávozik Júdás, és utána következik az afikomen, vagyis amit mondtam, az eldugott darabnak az elvétele, illetve a harmadiknak a megváltás poharának a megáldása és körbekényelása, és ekkor történt az úrvacsora szereztetése. Tehát Júdás már nincsen. Nem véletlen, hogy amikor Pál majd később szintén beszél erről, mit mond? Mindenki vizsgálja meg önmagát, és úgy egyék ebből a pohárból. Júdás méltatlannak bizonyult arra, hogy részt vegyen már ezen a részén a szertartásnak, és itt Jézus volt az, aki a megváltásnak a poharát körbeadja, illetve ezt a félbetört kenyeret szétoszta a tanítványai között, és azt mondja, hogy ez az én testem. Itt ugyebár tudjuk, hogy hatalmas teológiai vita van, az átlényegülés tanától kezdve minden. Itt csak nagyon röviden, most nem megyek bele a ógörög egzegézésbe, a lényeg az az egésznek, hogy amikor Jézus arról beszél, hogy ez az én testem, akkor nem a kenyérre mutat, hanem magára. Ugyanis van egy ilyen görög írásértelmezési szabály, hogy egyenlőségnek kell lenni nemben, számban, stb., amire mutatunk és amire gondolunk. Itt viszont a kenyérrel, illetve Jézus testével kapcsolatban ellenkező, az egyik semleges, a másik pedig hímnemű, tehát Jézus itt az ő fizikai testére gondol, amikor a kenyeret mutatja, de önmagát érti alatta, nem kell semmi hókusz-pókusz beleérteni. Már csak azért is furcsa, mert ha Jézusnak ez lenne az átlényegüléskor a teste meg a vér, akkor ott két Jézus lett volna az úrvacsorán, de azt tudjuk, hogy ez nem volt lehetséges. És végül van a negyedik pohár, a dicséretnek a pohara, és erre mondja Jézus, hogy nem iszom ebből a szőlőtőkéből többet, miután megszerzi az úrvacsorát, mert a negyedik pohár kiürítése még nem következett be. A negyedik pohárnak a kiürítése az majd akkor lesz, ha emlékeztek rá az ígéretre, hogy népemmé fogadlak titeket, ez majd az 1000 éves királyságban fog maradéktalanul megvalósulni, amikor ki fog derülni az, hogy Istennek a népe bemegy a Rav Salomba, a nagy békességbe, és egy felbonthatatlan szövetség jön létre majd Isten és az ő népe között. Júdásra visszatérve még nagyon röviden csak annyit, hogy nem akarok sokat róla beszélni, mert igazából nem ezen van a hangsúly az úrvacsora szereztetése kapcsán, de azt látni kell, hogy amikor Jézus elárulja Júdás 30 ezüstpénzért, ez egy rabszolga ára volt abban az időben. És ami az egésznek a különlegességét adja, hogy a zsidó kultúrában, mivel a rabszolgára 30 ezüst volt, bármilyen üzletet kötöttek, az 30 ezüstöt nem érhetett. Legyen 29 vagy 31, de 30 nem lehetett. És nagyon érdekes, tudjuk a Zakariás proféciájából, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor azt mondja az Úr Zakariásnak, hogy engem mennyire becsültek. Vagyis Istenre úgy tekintett ebben az időben Izrael, itt konkrétan mondjuk Júdás, egy kicsikét mélyebben megyünk a proféciába, hogy Isten neki, a messiás nem ér többet egy rabszolgáránál, 30 ezüst pénznél. És ami még jobban megbonyolítja a dolgot, hogy amikor Júdás rájön, hogy butaságot csinált, vagy nagy rossz dolgot csinált, akkor mit csinál? Elmegy a főpapokhoz, és visszaviszi a 30 ezüst pénzt, és abból megveszik majd tudjuk Hakeldámát, a vérmezőt, de mivel ezt a pénzt a templomi kincstárból kapta,
Ez azt jelentette, hogy a templomi kincstár volt az, amiből a mindennapi tamid áldozatokat és a különböző áldozatokat maga a papság megvásárolta, illetve kifizette. Vagyis ez a 30 ezüst pénz, amit a főpapuk, illetve a papság adott Júdásnak, ez egy áldozati pénz is volt egyben, amivel az áldozatokat szokták megvenni. Vagyis a főpapság mit csinált? Megvásárolta az áldozati bárányt. Csak ők ezt nem tudták még akkor, és a Talmud feljegyzi azt, és ez nagyon érdekes dolog, nem tudjuk mennyire hiteles a dolog, de Josephus Flavius is beszámol szintén erről a történetről, hogy Krisztus után 30-ig, amikor a Jom Kippur volt a nagy engesztelő áldozat, akkor ugye tudjuk, hogy egyik bakot ki kellett küldeni a pusztába, és egy ilyen vörös szalagot kötöttek a szarvára, amikor kiűzték a pusztába, és Krisztus után 30-ig, ez a szalag, amikor látták, hogy kiment a pusztába, és találkoztak ezzel a bakkal, akkor szinte majdnem mindig fehérré változott. A bűneitek skarlátpirosak is fehérekké, hófehérekké válnak. És érdekes, hogy Krisztus halála után, ezt a Talmud úgy fogalmazza meg, hogy 40 évvel a templom lerombolás előtt, tehát Krisztus után 30-ban, utána már soha nem változott vissza fehéré, és még történtek természet fölötti események, és a templomajtó megnyílt, és sok más dolog van, amit Flavius is megerősít, hogy volt néhány természet fölötti dolog, ami ebben az időben, amikor Jézus megáldoztatott, és ahol egyszerű és mindenkori áldozat van, ott nincsen többé bűnökért való áldozat. Tehát amikor Jézus ezeket az eseményeket végrehajtja ott abban a kis felházban, van olyan hagyomány is, hogy ez Márknak a háza volt, de mondom az Esséneus vonal is elég komolyan szóba jön. Tulajdonképpen ezzel alapítja meg az úrvacsorát, és behozza az új szövetséget. És három kulcsfogalom van tulajdonképpen az úrvacsora és a páska vacsora kapcsán, amiről szeretnék beszélni. Egyről fogok most még beszélni, amennyire az időnk engedni fogja, és a másik kettőről majd a következő, vagy esetleg az utána következő alkalommal fogok beszélni, hogy igazából megértsük azt, hogy itt Jézus az utolsó páska vacsorát megüli a tanítványaival, és kijelenti azt, hogy innentől kezdve én vagyok a megöletett bárány, én leszek az, aki az életemet fogom adni értetek. Ez az én vérem, amely kiontatik sokakért. Itt a kálvinisták ezt a igeverset nagyon szeretik, csak a hebraizmus nem értik. Itt a sokakért szó azt jelenti, hogy mindenkiért. A héberben nem nagyon van szó a mindennel kapcsolatban. Tehát a sokakért, itt a hebraizmus, Máté is ezt használja, ez azt jelenti, hogy mindenkiért kiontatik ez a vér, és a kenyérnek a megtörése is arra fog majd emlékeztetni, hogy Krisztus teste megtöretett, és majd lesz még egy mélyebb jelentése azzal a kapcsolatban, hogy mi magunk is Krisztus teste vagyunk, és akkor a kenyérből részesedünk, akkor erről majd a 1 Korintus 10 és a 11. részben nagyon szépen kifejti majd az apostol, és majd vissza fogok utalni több olyan párhuzamra, amit történt ezen az estén, és majd az apostoli tanításban is megjelenik. És ezután következett be az, hogy Jézus nagy valószínűséggel nem fogyassza el az utolsó pohár bort, hanem dicséretet mondva kimennek az olajfák hegyére. Itt általában a 115, 116, 117 és a 118. illetve a 136. Zsoltárt énekelték végig. És ha összehasonlítjátok ezt például a messiási proféciákkal, akkor itt nagyon sok messiási proféciát találtok, többek között azt is, hogy az a kő, amelyet az építők megbetettek, a szegelet kővé lett. És az a kapu, amelyen Jézusék elhagyták a várost, ennek a kapu fölött egy hatalmas szőlőfürt volt, mint Izraelnek az egyik szimbóluma, és akkor mondja el a tanítványainak, hogy én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Tehát Jézus mindig aktualizálta ezeket a dolgokat. És akkor csak nagyon röviden összefoglalva, mikor Jézus este lett 12 tanítványával együtt az asztalhoz dőlt, szó szerint azt jelenti, nem úgy ültek, mint ahogy Da Vinci ezt megfestette a képen, hogy asztalnál szépen körbeültek, hanem még asztalhoz dőltek. Ezzel azt szimbolizálták, hogy ugyebár az ókorban a rabszolgák, illetve a szolgák állva ettek, míg a szabadok fekhettek le az asztal mellé. Ez szimbolizálta azt, hogy mi megszabadultunk, és szabad emberek vagyunk az egyiptomi fogságból. És mindig a házigazda mellett a legfiatalabb résztvevő volt jelen a jobbján. Ezért lehetett az, hogy János odahajol Jézushoz, amikor Péter intnek, hogy tudakod már meg, hogy mégis ki az, aki el fogja árulni őt. Aztán, aki velem együtt mártotta a kezét a tálba, az fog engem elárulni. A falak bemártása sós vízbe az egyiptomi szenvedésre utal.
Miatt ettek, Jézus fogta a kenyeret, hálát adott, ez, ahogy mondtam, az afikomán megtörése és az áldásmondás, majd a harmadik pohár felmutatása és a kehelynek a körbeadása, majd pedig, hogy ő mostantól fogva nem iszik a szőlőtő terméséből, ez azt jelenti, hogy még a peszák nem teljesedett ki, majd pedig énekelve kimentek az olajfák hegyére, és emlékeztettek rá, hogy amikor Jézus visszatér és elkezdődik az ünnepi lakoma mennyegző, hogy kezdődik az ige szakasz? Jelenések 19. Halleluja. Na akkor fog majd többek között beteljesedni ez a fajta profécia. És hogy mondtam, három kulcsszó van az utolsó páska vacsora, illetve az úrvacsora kapcsán. Ezekről már egyről fogok egy kicsikét beszélni, a másik kettőt a következő alkalommal fogom kifejteni. Az egyik az emlékezés. Tehát meg kell emlékezni arról, amit Jézus tett, és hogy mondtam, már a páska ünnep kapcsán is mi volt, amit Isten elrendelt? Öröktől fogva, ezt mindörökké meg kell ülni és emlékezni. Éppen ezért lesz az, hogy például ez az az ünnep, ami meg lesz tartva majd az 1000 éves királyságban is, több a sátoros ünneppel együtt, aminek inkább van pogány vonatkozása, mint zsidó vonatkozása, de majd esetleg arra, hogyha valamikor beszélek majd az ünnepekről, lehet, hogy fogunk beszélni. A következő a visszatérés vagy reménység. Jézus megígérte, hogy vissza fog jönni, éppen ezért a halálát kell majd hirdetnünk. Itt nagyon sok kijelentés van ezzel kapcsolatban, hogy Jézus Krisztus hogyan és milyen módon fog visszatérni, de addig nem iszik a szőlőtő terméséből, amíg el nem fog jönni az ő királyságában. És ez nekünk egy biztos ígéret és egy reménység az eljövendőre nézve. És a harmadik, amiről ma szeretnék egy kicsikét még beszélni, ez a szövetség, amiről Jézus úgy beszél, az új szövetség vére. Tudom, hogy ti legtöbben újfordítású Bibliát használtak, és ha jól tudom, ott ebben, amit felolvastam, még egy szakaszt, amikor Jézus azt mondja, poháram az új szövetség, ott az új szó nem szerepel. Jól tudom? Nézzétek meg a Bibliátokat. Ugye ott nem szerepel az új szó, a szövetség előtt. Igen, az új szó az nincs benne. Mondtam a munka, a bőjtel kapcsolatban is sok probléma volt az újfordítású Bibliával. Itt is a legfontosabbat hagyják ki. Nem csak, hogy a szövetség vére, mert ez is igaz, hanem ez az új szövetség vére. Miért kell kihagyni egy profétikus utalást Jézus Krisztus utolsó vacsorájából, páskájából? Vannak elméleteim, de most nem bibliakritikával fogunk foglalkozni. De a lényeg az, hogy itt egyértelműen a kainos kifejezés, tehát a kainos diatéke kifejezés van, vagyis az új szövetség, és ez a kainos, ez nem azt jelenti a görögben, hogy valami régit megújítunk, hanem egy teljesen vadonatúj. Van egy másik kifejezés az újra, az azt jelenti, hogy valamit renoválni, helyreállítani. Egy régiből újat csinálunk, vagy egy elhasználott dolgot helyreállítunk. Itt nem, itt egy olyan görög szó van, ami azt jelenti, hogy teljesen új, vadonatúj, soha nem használt, soha nem működött, nem használta senki, ez teljesen, mintha most jött volna le a futószalagról. Ez egy teljesen új dolog, és Jézus itt erről beszél, hogy az új szövetségről. És nézzük meg, hogy mire utal itt Jézus. Itt a Jeremiás proféta könyvének 31. részéből van egy ige szakasz, látom sikeresen le is maradt. Jeremiás proféta könyvének 31. részében olvashatunk erről az ígéretről a 31 és a 34. verssel kapcsolatban. Itt azt olvashatjuk, íme eljönnek majd a napok, ezt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam, így szól az Úr. Hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet a napok után kötök Izrael házával, ezt mondja az Úr, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, szívükbe írom be, és Istenüké leszek, ők pedig népemmé lesznek, és nem tanítja többé senki a fele barátját, és senki sem az ő testvéréteképpen. Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan ismernek majd engem kicsinyektől a nagyig, ezt mondja az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Tehát amikor Jézus az utolsó vacsoráján az új szövetségről beszél és a vérről beszél, akkor erre gondolt, ami meg lett írva a prófétáknál. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni. És minden egyes prófétai írás, amely róla szól, benne kellett, hogy beteljesedjen, és maradéktalanul kellett, hogy beteljesedjen. Emlékezhetnek rám a
kettő mózesi leírásban, amikor a páskabárányt el kellett fogyasztani, azt teljesen meg kellett enni az utolsó cafatig azon az éjszakán. Ez számunkra azt jelenti, hogy Jézus csak mindenestől fogadhatjuk el. Nem lehet az, hogy egy szalonképes Jézusunk van, csak nekem a gyógyító Jézus kell, nekem a pénztadó Jézus kell, nekem a szabadító Jézus kell. Nem, Jézust kompletten kell elfogadni. Ő egy páskabárány. Ő mindenestől fogva a miénk. Ha szívünkben él, teljesen el kell őt fogadnunk, és magunkévá kell tennünk a neki szóló nekünk szóló ígéreteket. Nézzük röviden, miről is szól ez. Azt mondja Isten, hogy el fog jönni az az időszak, amikor kötök egy új szövetséget az én népemmel. De nem azt a szövetséget, ami korábban volt, mert ők ezt a szövetséget áthágták. És nézzétek meg, milyen hozza ezt össze Isten, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Mire utal vissza? A páskára. Amikor Jézus erről beszél a páska ünnepen, ugyanebben a szövetségi viszonyba és keretbe helyezi bele a történetét, mint az új szövetségi, illetve az ószövetségi profécia, és azt mondja Isten, hogy ez annyiból lesz különlegesebb, hogy ezt nem kőtáblára fogják vésni, mert az embereknek kőszívük van, hanem ezt a szívükbe, a szívük hústáblájára fogom bevésni, és ezt tudjuk, hogy úgy csak úgy lehetett lehetséges, hogy a Szentlélek kitöltetett, és az ember újjászülethetett, és Istennek a törvény az ember bensejébe lett írva. Azt most nem fogom kivesézni, hogy a mózesi törvények hogyan viszonyulnak az újszövetségi kijelentésekhez, csak röviden annyit, hogy az újszövetségben, mivel az ároni papság a Jézus Krisztus halálával és feltámadásával mellékvonalra került, bejött a melkizedeki papság, és hogy mondja az írás, ha megváltozik a papság, megváltozik a törvény, ezt hívja a Biblia úgy, hogy a messiás törvénye alatt élünk és vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy a messiási törvény nem tartalmaz, főleg erkölcsi parancsolatokat az Ószövetséghez hasonlóan, de mi már nem az ószövetségi törvény uralma alatt vagyunk, hanem a messiásnak az uralma alatt vagyunk, és a szívünkbe van írva Istennek az igéje és Istennek a beszéde. És ami nagyon fontos, és amit sok teológus félreértett, különösen a második és a harmadik században, ugyebár ha megnézzük ezt az igeverset, akkor szó szerint azt jelenti, hogy Isten ezt Izrael és Júda házával köti, és mivel a második és a harmadik században Izrael már nem volt üftörténeti tényező a templom lerombolása, és a 132-135-ös Barkóba féle lázadás utáni szétszorotást követően, ezért az egyházatják elkezdték az Izraelről szóló proféciákat automatikusan az egyházra átvinni, és az egyházzal helyettesíteni. És elkezdték a proféciákat szellemi módon értelmezni, a törvényt pedig szó szerint vették. Holott az apostolok a törvényt vették szellemi módon, a proféciákat pedig szó szerint vették. És itt azért történt nagy tragédia, mert sok teológiai irányzatnak lett az a kiinduló pontja, hogy az egyház az az új Izrael, a Bibliát sehol nem tanít. Izraelnek ugyanúgy megvannak az ígéretei, az áldásai, az atyáknak tett beteljesedésre váló proféciák, amik majd egy jó rész az 1000 éves királyságban fog majd bekövetkezni. A problémát az oldja fel tulajdonképpen, amire Pál a Róma 9:10-11-ben beszél, erről majd később biztos sokat fogunk hallani, még majd a római levél tanulmányozása kapcsán, hogy a szelíd olajfában hogyan lettünk, belettünk oltva. Tehát ez az ígéret, amit Jézus hozott, ez elsősorban Izrael és Júda házával lett megkötve, kellett volna, hogy megkötésre kerüljön, de mivel Izrael elvetette az urat, ahogy mondtam, 30 ezüst pénzért, ezért, hogy a páli kijelentésekben is olvashatjuk, Isten az ő népét partvonalra tette, és előhívott egy olyan népet, ami vagy most már tudjuk, hogy ez a üftörténeti korszak a kegyelemnek a korszaka, és lesz majd egy időszak, amikor Isten újra felveszi majd a fonalat Izrael népével a 7 éves nyomorúság időszakában, és majd az 1000 éves királyságban fog majd ez a szövetség teljes mértékben megvalósulni és létrejönni. Most pedig tulajdonképpen annyi dolgunk van, ahogy Pál is tanítja, hirdetni az evangéliumot először zsidónak, utána pedig görögnek. Hát ez, hogy ezt a fajta új szövetséget, az evangéliumot felkínáljuk a nemzeteknek, ez teljesen jó és biblikus dolog, de ugyanakkor az elsődleges feladat, ami volt Pál apostolnak, miért kellett a zsidók felé is hirdetnie? Mert ők voltak az első számú
örökösei is tulajdonképpen ennek a dolognak, és az Efézus 2-t majd nézzétek meg ezzel kapcsolatban, hogy a Krisztusnak a halála, a testének a megfeszítése tette lehetővé, hogy ez a tételes parancsolatokból álló elválasztó fal, ami a pogányokat és a zsidóságot elválasztotta, ez leomlott, és Krisztus testében már nincsen sem zsidó, sem görög, sem pogány, sem senki. Ezt így kell értelmezni, hogy Krisztusban ezek az ígéretek akár pogányként ér meg valaki, akár zsidóként, ezek a szövetség ígéretei és áldásai ugyanúgy benne lesznek. A egyik fontos dologról beszéltem, hogy a törvény szívbe kerül, vagyis nem egy külső megfelelési kényszer van az emberen, hogy meg kell tenni, mert különben meghalok, hanem szívbéli engedelmesség van. Ez óriási különbség, hogy Istent azért követem, azért választottam Jézus Krisztust, illetve pontosabban ő választott engem, mert szívembe van az ő igé és az ő beszéde, és szeretettel és egy egészséges értelembe vett Isten félelemmel közelítek hozzá, és tartom vele a kapcsolatot. A szövetség a Bibliában az egyik legerőteljesebb kifejezése annak, amikor két ember, vagy Isten és az ember kapcsolatba és közösségbe kerül egymással. És ha megnézzétek a ószövetségi kijelentéseket, a zsidókhoz írt levél első rész, első két vers erről beszél, hogy Isten szólt az atyáknak, szólt a proféták által, és Jézus Krisztusban szólt utoljára, aki által a világot is teremtette. Itt Károli Gáspár a szótárt mellé lapozta, mert itt nem a kozmosz kifejezés van, hanem az ion kifejezés, vagyis a korszakokat teremtette Isten Jézus Krisztusban. És Isten ezeket a korszakokat mindig egy szövetséggel határozta el. Nem fogjuk kielemezni, volt az édeni szövetség Ádámmal, utána volt a lelkiismereti korszak, annak a szövetségei, aztán van az Ábrahámnál van az ígéretnek a szövetsége, Mózessel a törvény szövetsége, a földdel kapcsolatban is van egy szövetsége Istennek, ezért ezt majd ítélet alatt azok a nemzetek, akik például most Izraelnek a különböző területi felosztásáról beszélnek, mert a földdel kapcsolatban Istennek van egy szövetsége, és aki ezt a szövetséget akár politikai vallás vagy bármilyen okból módosítja vagy meg akarja változtatni, a Joel proféciája értelmében azokra a nemzetekre ítélet fog, Isten ítélete fog majd várni, akik felosszák népemet és Jeruzsálemet. Van egy külön szövetsége Dávid házával, hogy belőle fog majd származni a Messiás, és van az új szövetség, amely tulajdonképpen a mi korszakunk és az idők. Minden egyes korszaknak van egy kulcsigeverse, van egy kulcs személye, van egy felelőssége, van egy ígérete és van egy ítélete. Ezeket most nem fogjuk mindet végigvenni. Itt az új szövetséggel kapcsolatban az ítélet tulajdonképpen a mózesi szövetség végét, a templom lerombolása és pusztulása jelentette. És a szövetség egyik legfontosabb célja az volt, hogy Isten felszámolja a bűneset miatt megromlott kapcsolatot közte és az ember között. És minden egyes korszakban, minden egyes kijelentésben Isten megszabta azokat a kereteket és határokat, amelyekkel ez a szövetség működik. És a szövetségben az a legjobb és az a legáldásosabb, hogy Isten mindvégig ragaszkodik és hűséges marad a szövetségéhez. Amikor például a törvény szövetsége ellehetetlenült, és nem Isten miatt, hanem a népnek a hűtlensége, bűne, megrontás miatt Isten egy új szövetségben gondolkozik, egy új szövetségbe akarja bevinni az ő népét. Mi tudjuk, hogy ez már a mi új szövetségünk, és ebben a kapcsolatban Isten a legtöbbet fogja adni. Sokkal többet ad, mint a törvény időszakában. Tulajdonképpen a törvény időszakában elérhettünk maximumot, az tulajdonképpen az új szövetségben az a minimum. Például, ha megnézitek azt, hogy az új szövetség korában, ha valaki mondjuk Istennel akart találkozni, vagy Isten jelenlétébe akart kerülni, akkor el kellett menni Jeruzsálembe, el kellett menni a templomba, vinni kellett egy áldozatot. Most pedig mi van? Bármikor járulhatunk a kegyelem király székéhez. Nem kell áldozatot vinni, nem kell jó fiúnak lenni, úgy, ahogy vagyunk, mehetünk Istenhez bármikor. És sok ilyen és számos aspektusa van, és Isten mindig ebben a szövetségi rendszerben meghatározza azokat a dolgokat, amelyek elsősorban fontosak nekünk, de elsősorban fontosak számukra is. És például az új szövetségnek egyik ilyen fontos kijelentése az, amit Pál például az Aerápagoszi beszédében, az Apcsel 17-ben mond, hogy Isten mindenkinek megparancsolja mindenütt, hogy térjen meg. Ez az új szövetségnek az egyik isteni parancsolat, hogy fel kell szólítani a népeket, nemzeteket, embereket, hogy eljött a kegyelemnek az időszaka, eljött az új szövetség, az emberek mindenütt térjenek meg. Ezért mit mond Jézus a tanítványainak a utolsó beszédében? Elmenvén tehát, széles a világra,
tegyetek tanítványokká minden népeket, merítsétek be őket, teljesen összhangban van a Jézusi parancs és Pálnak a tanítása, hogy ez most a legfontosabb dolog az Új Szövetségben. És ha mi megtartjuk Istennek az ígéretét, pontosabban Istennek a parancsait, többek között bemerítkezünk, rendszeresen élünk az úrvacsorával, illetve amiket Isten elvár tőlünk az Új Szövetségi kinyilatkoztatásban, akkor megtapasztaljuk azt, hogy például, amikor mi hűtlenkedünk, ő akkor is hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. Tehát Isten hű marad ez a szövetséghez, és ezért fontos az úrvacsora, és ennek lesz majd a következő alkalommal egy kicsikét részletesebb kibontása, hogy miért is lényeges az, és értsük meg azt, hogy Isten, amikor szövetségben gondolkozik, és az úrvacsorán megemlékezünk erről a szövetségről, hogy ez azt jelenti, hogy egy elválaszthatatlan kapocs, egy közösség jön létre az elveszett bűnös ember és a teremtő mindenható Isten között. És ha még azt is megnézzük, hogy a görög és a héber kifejezések a szövetséggel kapcsolatban a diatéki, diati témájátva a bőrit kifejezés, azok mind arra vonatkoznak, például a bőrit kifejezés azt jelenti, hogy vágni. Mindig egy áldozattal volt összefüggésben. Áldozat kellett ahhoz, hogy ez a szövetség létrejöjjön. És itt az utolsó vacsorán a Páskán is olvashattuk, hogy ez az áldozat maga Jézus Krisztus volt. A Páska bárány ott volt az utolsó vacsorán, és ő volt az, aki odaadta magát, és hogy a múlt alkalommal beszéltem róla, Pál is úgy jutott rá a korintusi levélben, hogy a mi húsvéti, a mi Páska bárányunk, a Krisztus az megáldoztatott. Tehát ez bekövetkezett, megtörtént dolog, és amikor megemlékezünk erről a dolog, a reménységről, ahogy mondtam, a következő alkalommal beszélek, akkor mindig gondoljunk erre, hogy a szövetség az egy felbonthatatlan kapcsolat Isten és az ember között Jézus Krisztus által. Az egy hatalmas téma és egy veszélyes terület, és ez szintén nagy teológiai vita, hogy ki lehet-e lépni ebből a szövetségből, pontosabban a kegyelemből ki lehet-e esni. Ez szintén egy hatalmas téma, de azt lehet látni, hogy aki benne marad ebbe a szövetségi rendszerbe, az élvezni fogja mindazokat a javakat és mindazokat az áldásokat, amelyeket Isten ebben a szövetségi rendszerben megígért. Ha betegek vagyunk, Isten ígér gyógyulást nekünk, igen, hittel kérhetjük a gyógyulást, legyen meg az ő akarata, sebeiben meggyógyulunk, imádkozhatunk szabadulásért, ha nehézségeink vannak, kiálthatunk az Úrhoz, és ő meghallgat bennünket. Miért? Mert szövetségi viszonyban vagyunk, megtörtént az áldozat, és Isten az áldozaton keresztül nézi a vele való közösségünket és kapcsolatunkat. És végül Izrael és a pogányok, erre korábban már utaltam, hogy innentől kezdve az Új Szövetségben Izrael és a pogányság a messiás teste, illetve a kiontott vér által egy platformra kerül. Isten nem tekinti különbnek azt, aki zsidó háttérből jön, nem tekinti hátrányos helyzetűnek azt, aki pogány háttérből jön, hanem Krisztusban mindnyájan egyek, és Krisztusban Isten előtt egyenlőképpen állnak. Ennyit tehát nagyon röviden a szövetségi viszonyról, ami az úrvacsora kapcsán az középpontban van. Hát amikor Jézus ezt szerzi az úrvacsorának az alkalmát, illetve megüli ezt az eseményt, akkor a szövetséget helyezi a középpontba. Erre kell mindig megemlékeznünk, és nem szabad elfelejteni azt, hogy lesz majd egy nap, amikor az úrvacsorázóknak a serege azt veszi észre, hogy az Isten királyságában fog helyet foglalni, és az utolsó kelyhet is ki fogja majd inni a messiással, új bort fog majd inni. Számtalan ószövetségi profécia szól arról, hogy ez hogyan fog majd beteljesedni. Ámosz profétánál is van erről szó, Zakariásnál is szó van róla. Tanulmányozzátok ezeket az igéket, és ne felejtsétek el, az, hogy mi Istennek közösségben és kapcsolatban lehetünk, annak nagyon-nagyon nagy ára volt. Jézus Krisztusnak a vére, és az ő élete. És ha esetleg úgy ülsz ma itt, vagy úgy vagy itt, hogy még nem vagy Isten gyermeke, nem vagy a szövetség részese, nem tudod élvezni Isten áldásait és javait ezzel a szinte, most csúnya katolikus szóval, misztikus egységgel, ami Krisztus és az ő gyülekezete között van, akkor bátorítalak arra, hogy ma még meg lehet térni, ma be lehet lépni ebbe a szövetségi viszonyba. Csak annyi kell, hogy odamész Istenhez, megvallod bűnét és kéred, hogy Jézus Krisztus, jöjj az én életembe, légy az én életemnek az Ura. Töltsd be az én életemet a drága szent lelkeddel, add, hogy megújuljon a szívem, az elmém, a gondolkodásom, és hadd legyek hűséges követőd, hogy egykor majd veled legyek az Isten királyságában. Amen.